Péntek délután kezdődött az első mérkőzés itt az újfehértói szabadidőközpontban, és egészen szombat délutánig rúgták a bőrt a focitorna résztvevői. A 24 órás ébrenlétet a 15 éves gyerekek ugyanúgy bírták, mint a felnőttek, és a pályán is helytáltak, mesélte Dankó Zsolt szervező, aki egy korábbi élménye alapján hívta életre az egésznapos focitornát. Én annak idején mondhatni még félig gyerek fejjel, ezelőtt 22 évvel voltam egy ilyen tornán, gondoltam, akkor próbáljunk meg egy ilyet, ami nem pénzdíjas, legyen tömegsport jellege, aztán ezt felvetettem dr. Hosszú József polgármester úrnak, ő azonnal partner volt benne, illetve Kranyik Istvánnak, ennek az intézménynek a vezetőjének, neki is nagyon tetszett az ötlet, és akkor hárman belefogtunk a szervezésbe. Én utánpótlás csapatoknak vagyok az edzője, aztán nem csak újfehértőjök, más csapatokkal is van kapcsolat, aztán így sikerült is összeszedni viszonylag gyorsan 12 csapatot. Évente egyszer 16 csapatos focitornára várják az együtteseket Újfehértún, de idén technikai okok miatt nem sikerült megszervezni. A fiatalok szabadidős tevékenységeit a település vezetése is támogatja. Egy hét alatt 12 csapat jelentkezett arra, hogy 24 órán keresztül rúgják a bőrt a sportcsarnokból, ami nagy öröm számomra. Ez is mutatja azt, hogy Újfehértőn a fiatalokat meg tudjuk és meg is kell szólítanunk, hisz a futball egy olyan dolog, ami Magyarország, ugye mindenki ért hozzá, mindenki küzdi, és ez a rendezvény is mutatja azt, hogy nagyon sokan szeretnek a Újfehértőn és a környéken focizni, és akár 24 órán keresztül is vállalják ezt. A szombati döntőben a Hétkeresztúti Presto 2-0-ra nyert a debreceni ellenfelével szemben. A győztes csapat 12 meccsen 46 gólt rúgott és csak 2-t kapott. A tervek szerint minden évben lesz folytatása a focitornának. Ennek érdekében egy vándorserleget is útjára indítottak szombaton Újfehértún.